tudatosan várjunk, unatják beszélt lányüleink, boldogok, akiket megkív a szalához, Jézusok Isten várjon, Uram, nem vagyok a méltó, nem vagyok a méltó, hanem csak egy szóval Örvendünk, és ez az örömünk nem számunkra.
A körmenet után testvérek, mivel belső vasárnap is van, szentségi imádás napunk, majd szentségi kétel lesz, és esti lesz alkalom a szentség látogatásra. Aztán testvérek, a kéken pénteken Jézus szívének főünnepe van. Ezt nem fogunk búcsúja, és jövő vasárnap fogjuk a búcsút tartani, Jézus szíve tiszteletre a nagymisten keretében, azokban már a napján is tartunk ünnepi szentmisét, reggel és este is, és este litániát is nézünk Jézus szíve tiszteletére, amely felajánljuk ezt a templomot, ezt a Jézus szíve templomot, hogy az egyházközséget Jézus szívének szeretetében. Hiszen tényleg világba jöttünk testvérek, nagyon szükségbe Jézus szíve veled szeretetére, ami számunkra. Most át a körmenettel lesz vége is jövő vasárnap testvérek, a hirdetett templomunk búcsúja, most egy kicsit ünnepélyesebb formában tartjuk majd a búcsút. A szentmise után lesz egy kis műsor gyerekek számára is, felnőtteknek is a templom kedve, majd egy kis bográcsolásra is rendelkezünk őket, egy kis a közösséget is ápoljuk, a családok megismerjék egymást, és mi addig egy hitet vallunk, egy szeretetben élünk egymással. Most pedig testvérek, a körmenetet elkezdünk, előtte azonban fogadjátok az Úr áldását, az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Menjetek békességgel is. Ünnepeljük meg Szentség Jézusunkat körmenetben. Istenünk az utolsó vacsorán Jézus kezébe vette a kenyeret,
áldást mondott, aztán megtörte, odaadta tanítványainak ezekkel a szavakkal, vegyétek és egyétek, ez az én testem. Aztán ő kenyhet vette kezébe, hálát adott, odaadta nekik ezekkel a szavakkal, igyatok ebből mindnyájon, ez az én vérem, a szövetség vére, mely sokakért kiontati a bűnök bocsánatára. Ez nagy szentség van rólam, ezt imádjuk legjobban. Melyet Jézus nekünk adott, testamentumban. A gabonajavával táplálta őket, alleluja. És a sziklából mézzel elégítette ki őket, halleluja! Könyörögjünk, Úristen, te azt akartad, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus testének és vérének hitozatos szentsége velünk maradjon. Add kérünk, hogy jelenlétét úgy tiszteljük a földön, hogy eljussunk színe látására a mennyben, Krisztus a mi Urunk által. Amen! Szent vagy, Uram, szent vagy, minden fölött szent vagy. Jézus segél színében, az oltári beszédet mondta, egy ember szőlőt ültetett, körülvette sövénnyel, sajtót ásott benne és tornyot is épített, majd bérbe adta szőlőmunkásoknak, és elment messzire. Amikor eljött az ideje, küldte szőlőművesek közszolgáját, hogy szedje a szőlő terméséből neki járó részt. Ezek neki estek összeverték, és üres kézzel elzavarták. Egy másik szolgát is küldött hozzájuk, ennek betörték fejét és gyalázattal halmozták. Küldött egy harmadikat is, ezt megölték. Végül több szolgát küldött, némelyeket megvertek, másokat megöltek.
már csak egyetlen fia maradt, akit nagyon szeretett. Utoljára ő küldte hozzájuk, azt gondolta, a fiamat csak megbecsüli. A szörnyű munkások így biztatták egymást, íme itt az örökös. Gyertek, öljük meg, és miénk lesz az öröksége. Neki estek át, megolték, és kidobták a szőlőből. Vajon mit tesz erre a szőlő ura? Elmegy, megöli a szőlőműveseket, másoknak adja a szőlőt. Nem olvastátok az írást, a kő, melyet az építők elvetettek, szeglet kővé lett. Az Úr tette azzá, és csodálatos a mi szemünkben. Ezek az evangélium igényünk. Áldjunk éret Krisztus! Fogadd el az áldozatot az egész népért, alleluja! Őrizd és szenteld meg örökségedet, alleluja! Könyörögjünk mindenhol, örök Isten, áldozd el szívünket kegyelmet bőségével, engedd bízunk abban, hogy szent fiat földi halála által irázat titokzatos szentség emlékezte, megadod nekünk az örök életet, Krisztus a bűnünk által. Amen. Térded fejjel hajtunk, néked áldást mondunk, hiszen itt vagy valóban, e nagy szakramentumban. Jézus így felel, bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az ember fia testét, s nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és feltámasztom az utolsó napon. Mert az én testem valóban étel, az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet,
az bennem marad és én ő benne, amint engem az élő Atya küldött, és az Atya által élek, úgy az, aki engem eszik, én általam él. Ez az égből alá szállott kenyér, nem olyan, mint atyáitok ettek a pusztában, és mégis meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Áldunk téged, Krisztus! Égből szállott szent kenyér, értünk gondok drága vér. Itt el áldunk és imádunk, bár az elme földben ér. Hihetetlen Isten Krisztus királyt, Urunkat, ki az oltári szentségben életünk vigasztalásunk és üdvösségünk. Jöjjetek, imádjunk! Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Evangélium Szent Lukács könyvéből! Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus elment Názáretbe, ahol nevelkedett. Egyik szombaton szokása szerint elment a zsinagógába, és felolvasásra jelentkezett. Izaiás tekercsét adták oda neki, széthajtotta, és éppen erre a helyre talált, ahol ezek álltak. Az Úr lelke van rajtam, ő kent föl engem, hogy örömhírt vegyek a szegényeknek, azért küldött, hogy szabadulást hirdessek a laboknak, és látást a vakoknak, hogy szabadon bocsássam a letiportakat, és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. Összecsavarta Jézus a tekercse, visszaadta a zsinagóga szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem rá szegeződött. Akkor így kezdte az írást magyarázni, majd kifületek hallatára, beteljesedett az írás. Ezek az evangélium igényünk. Áldunk téged, Krisztus! Adjunk kenyeret a mennyből, halleluja! És borod vidámítsa az ember szívét, halleluja! Könyörögjünk, kérünk, Urunk Istenünk, add, hogy az Úr Jézus Krisztus testének és vérének szentsége, amit lelki gyógyulásunkra rendeltél, adjon segítséget jelen életünkben, és szerezze meg az örök boldogságot, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Te benned remélek, szívemből szeretlek, készen van.
téged, Isten, dicsérünk. Amen.
Thank you.